Az RMDS nem támogatta a kormány egész elleni bizalmatlansági indítványt, de megszavazta a szállításügyi miniszter elleni egyszerű indítványt. A szövetség meglátásában ugyanis elfogadhatatlan, hogy az ország szállításügyekért felelős minisztere nyilatkozataiban arról értekezzen, hogy amennyiben az országban több kilométeren lehetne autópályán közlekedni, akkor a multinacionális cégek távoznának. Az RMDS elégedetlen továbbá a szaktárcán belül tapasztalt hiányosság. Jelen pillanatban például senki nem kéri számon a minisztériumi alkalmazottakon a közbeszerzések akadályozásának folyamatait, holott egy alkalmazottra havonta több mint 8000 eurót költ a szaktárca. Az RMD szavazatai azonban nem tudták befolyásolni az eredményt. Az egyszerű indítvány megbukott a parlamenti többség ellenszavazatával. Az egyszerű indítvány szavazásának eredménye amúgy is konzultatív jellegű elfogadása nem kötelezi távozása a minisztert.